Időben elkészülnek, óvodafelújítás hegyen, völgyön. A hármas metró működik, majdnem minden a terv szerint halad. Melanóma szindróma, nem mindentől óv meg a naptej. Köszöntöm Önöket, a Budai Híradót látják 19 órakor. A vakációt kihasználva folyik a felújítás a hegyvidéki óvodákban és bölcsödékben. Az esetek többségében energetikai rekonstrukcióról van szó, de a munkálatok között előfordul konyha átalakítás és játszóeszköz felújítás is. A hegyvidéki Mesevár óvodában nyáron is zajlik az élet. A méhecske csoport szobáját ellepték a darazsak. Hamarosan megérkeznek a rovarirtók, hogy a falakba fészkelt fullánkosokat megfutamítsák. A kerület legnagyobb óvodájának lakói a nyár végén nem csak rovar, hanem alumínium ablakmentes szobákat kapnak, hiszen az önkormányzat az elmúlt hetekben a nyílászárók nagy részét kicseréltette. Az igényeket fölmérve összeraktuk az idei nyári terveket. Óvodákban, bölcsödékben, intézményekben elkezdődtek a munkák, valahol már el is készültek. Ahol itt vagyunk a Mesevár óvodában, itt elkészültek a nyílászáró cserék, illetve a konyha burkolat is megújult. A régi elavult alumínium nyílászárókat kivettük, új korszerű műanyag nyílászárók lettek beépítve, ami nyáron is hűvösebbé teszi az épületet, télen pedig természetesen kevesebb fűtési költséggel jár. A Mesevárban az óvoda dolgozói is ismét részt vettek a felújításban. Több termet festettek ki, úgymond csapatépítő foglalkozásként. Ebben az óvodában az udvari játékszerek is újjászületnek az elkövetkező hetekben, néhányat pedig kicseréltet az önkormányzat. A kerület többi intézményében is folynak az aktuális rekonstrukciós munkálatok. Iskolák közül a Fekete István iskolát újítjuk fel, ott is külső hőszigetelést és nyílászáró cseréket végzünk. A többi iskolát a Krik újítja föl, karbantartja. Óvodákat, bölcsödéket az önkormányzat elvégzi a szükséges munkákat, több helyen kazán cserélünk, közműveket újítunk föl, csatornákat, vízhálózatot újítunk föl, elektromos hálózatot építünk újjá, gázvezetékeket építünk újjá, hogy nehogy ezekkel gond legyen. A Városfejlesztési Iroda vezetője azt mondta, hogy minden intézményben a tervek szerint halad a munka, és mindenütt időben végeznek. Mindenhol ütemeztük a felújításokat azokra a szakaszokra, időszakokra, amikor be vannak zárva az intézmények, ahol az óvodák nyitnak, ott addigra készen lesznek, amikor ők a sorosak vagy az ügyeletesek, és a bölcsödék is a nyitásra készen vannak. Az intézmény egyéb intézményeknél pedig figyelembe vettük, hogy mikor vannak a nagyobb rendezvények, és akkor lesznek kész. A Villányosi Közösségi Házban csinálunk egy nagyobb felújítási munkákat, vizes blokkokat alakítunk ki, de ott is szeptember végére elkészül a felújítás. Rimóci Jánostól megtudtuk, hogy a felújításra az önkormányzat biztosította a forrásokat, ahol erre szükség volt, átcsoportosították a rekonstrukciós keretet. A kisebb intézmény felújítások költsége eléri a 180 millió forintot, míg a Fekete István általános iskolát 100 millió forintért alakítják át. A BKV nem tekint el a hármas vonalon meghibásodott, felújított metrószerelvények után járó 2 milliárdos kötbér igényétől, jelentette ki a főpolgármester. A hármas metró felújítása egyébként nem áll rosszul, mondta Tarlós István egy mai tájékoztatón. Előrelépést sikerült elérni az M3-as metró felújításában. A 37 közül már 12 felújított metrószerelvény van Magyarországon, ezek közül 6 már megkapta az engedélyt és közlekedik, a 7. napokon belül forgalomba állhat. A főpolgármester bejelentette, hogy a BKV nem tekint el a 3-as metró meghibásodott felújított metrószerelvények után járó 2 milliárd forintos, vagy az azt meghaladó összegű kötbérigényétől. A BKV számításai szerint szeretném tájékoztatni Önöket arról, hogy körülbelül 2 milliárd forint, vagy azt meghaladó kötbér és járműállási kár átalány igénye van a BKV-nak. Jogi egyeztetések persze vannak, ahogy ez várható volt, de szeretném biztosítani Önöket, hogy ennek a kötbérnek az érvényesítésétől a BKV nem fog eltekinteni, saját szándékából sem, meg a város ezt nem is engedné. Az M3-as metró infrastruktúrájának felújításáról Tarlós István elmondta, a korábbi elképzeléshez képest kevesebbet, 9 állomást tud akadálymentesíteni a Budapesti Közlekedési Központ a 3-as metró felújítása során. A főpolgármester részben azzal indokolta ezt a lépést, hogy ezen a vonalon utazóknak alig 1000-eléke mozgássérült. 2015-ig óriási adósságállománya volt a BKV-nak, amire nem lehetett kötelezettséget vállalni. Mi 2015 óta tudunk de facto dolgozni a 3-as metró felújításán,
amin tovább jutottunk, mint előtte több évtizedig. Ennyi pénz van. Ez a városvezetés és ennek a közgyűlésnek a többsége lehet rajta gúnyolódni, de megszakadt, hogy biztosítsa ezt a hármas metró felújítást. Annyit tudunk akadálymentesíteni, amennyi pénzünk van. Mélységesen sajnálom, őszintén módon, nem intikusan, ha megtehetném, akkor itt a legmagasabb színvonalú akadálymentesítés lenne, ha rajtam múlna. De ha egyszer nincs pénz rá, annyit csinálunk meg, amennyire forrásunk van. Tarlós István azt mondta, a hármas metró felújítása egyáltalán nem áll rosszul. A szerelvények és a vonalkiépítés területén is történtek előrelépések. A korábbi visszahívások után ismét 6 felújított szerelvény jár a hármas vonalon. A tervek szerint 2018-ban már csak felújított szerelvények közlekednek a hármas metró vonalán. Visszahívott metrószerelvények újra forgalomba álltak, és tényleg kiderült az, hogy a közvélemény befolyásolását eredményező óriási hírverésnek voltak éppen egy elég gyermetek szoftver frissítési oka volt, de hát a lényeg az, hogy ezek a szerelvények újra szállítanak utasokat, bár abban azt hiszem egyetértünk, hogy a szerelvények visszaállítása messze nem váltott olyan, ha sajtó visszhangot ki, mint a leállításuk és a behívásuk. Úgy látszik, hogy az nem volt ma olyan fontos, hogy visszaálltak a forgalomba, mint az, amikor kiálltak onnan. A főpolgármester közölte, hogy augusztus közepén vagy végén írhatják alá a vonal északi szakaszára, valamint az alagútra vonatkozó felújítási szerződéseket. A nyári szezonban folyamatosan zajló taxis ellenőrzések során 7 jármű rendszámát vonta be a közlekedési hatóság. A júniusban kezdődött akció során eddig mintegy 500 járművet ellenőriztek Budapesten. Több mint 10 esetben szabták ki a maximális 600 ezer forintos bírságot a szabályszegőkre, főként az érvényes engedélyek hiánya miatt. A taxis hiénákkal szembeni fellépés hatékonyságát igazolja az NFM közlése szerint az is, hogy a vizes világbajnokság kapcsán egyetlen taxival kapcsolatos bejelentés sem érkezett a hatósághoz. A nyári időszakban fokozottabban kell figyelnünk bőrünk védelmére. A magas UV-sugárzás miatt hamar leéghet bőrünk, amely akár melanóma kialakulásához is vezethet. Most nézzük meg, itt pontosan középen van, és akkor látom, hogy a melanoma kizárható. Dr. Molnár László bőrgyógyász épp egy speciális műszerrel egy úgynevezett dermatoszkóppal vizsgálja egy páciens anyajegyét. Ahogyan hallhatták, a vizsgálatból kiderült, ennél az anyajegynél kizárható a melanoma. A bőrrák, más néven melanoma, a bőrből kiinduló rosszindulatú daganattípus, amely akár életveszélyes betegség is lehet, ha nem veszik észre időben. Ezért nagyon fontos a betegség korai felismerése. Anyajegyből indulhat ki a melanoma. Van olyan melanoma, ami éppbőrön is elindult. Tehát, hogyha valakinek nincs anyajegye, azt mondja, nem megyek szűrésre, az sem jó, mert a éppbőrön is kialakulhat melanoma. És hogyha időn túl operálják meg, az halál. Sajnos a laikus orvosoknál is van egy tévedés, nem szabad hozzá nyúlni, mert Pista bácsi is meghalt, mikor kivették. Hát Pista bácsi azért halt meg, mert később vették ki. Ha időbe vették volna ki, akkor Pista bácsi élne. Tehát minden diagnózis a legfontosabb, hogy korán és megfelelően ellátva, ébben kimetszve megfelelő helyen legyen eltávolítva. A melanoma megjelenésének legjellemzőbb tünete, hogy a bőrön egy már korábbi anyajegy színe és alakja megváltozik, vagy új pigmentált folt kezd növekedni. Ez a betegek állandóan kérdezik, hogy mit nézzek. Hát először is, ha egy körkörös anyajegy, aminek szép a határa, zegzúgossá válik, kiemelkedő válik, sötétedik. Ezek azok a jelek, amikkel mindenképpen fel kell keresni a bőrgyógyászt. Tehát zegzúgosság, határ megbomlik, és sötétedés, ezek a jelei a melanomának. Természetesen igazából csak egy megfelelő vizsgálattal, egy dermatoszkópos vizsgálattal lehet felállítani a melanoma diagnózisát. A melanoma kockázati tényezői között szerepel a fokozott ultraibolya sugárzás, a bőr többszörű irritációja, illetve sérülése, és a szűkebb vagy tágabb rokonságban korábbi bőrrák kialakulása is. Ugye mi általában napot teszük függővé, hogy az a veszélyes, nem a nap elsősorban, van egy genetikai
komponens is, amikor a családon belül valahonnan egy olyan gén érkezik, ami a fényérzékenységet fokozza. Na, ezeknél a melanóma kialakulhat a napsütésre. De azzal együtt ugye változott a napspektruma, ezért azért nem javasoljuk a kisgyerekeknek a napozást, és felnőtt korban is megfelelő fényvédőket. Ha rám néznek, látják, hogy nem vagyok fehér, egy bőrgyógyász, aki napra megy, nem a napozással van a baj, hanem a leégéssel. Tehát ezt kell megakadályozni. Ha valaki elmegy nyaralni, akkor legalább 3 különböző fokozatú fényvédőt vigyen magával, egy magasat, egy közepeset és egy gyengét, kezdje az első 3 nap a magassal, következő 4 nap a közepessel, és utána a gyengével gyönyörűen le fog sülni, ahogyan én is, és semmi veszély nem fog kialakulni a napozástól. Ahhoz, hogy megelőzzük a melanoma kialakulását, elengedhetetlen a rendszeres évenkénti szűrővizsgálat, amely során megvizsgálják a beteg testén található anyajegyeket. Ha a vizsgálat során kiderül melanómás az anyajegy, azt műtéti úton el kell távolítani, mondta a bőrgyógyász. A kezelés az első lépés a diagnózis, a második lépés a műtét, méghozzá az ébben eltávolítva, és utána a regionális, tehát a környéken lévő nyirokcsomót ki szoktuk venni. Azt megjegyezzük, megjelöljük izotóppal, és azt, hogyha mondjuk valakinek a combján van, akkor a lágyékhajlatban, hogyha a karján van, akkor a hónajban lévő nyirokcsomót kivesszük, azt is feldolgozzuk, és attól függően, hogy van-e benne áttét, az már nagy baj, akkor különböző gyógyszeres kezeléseket szoktak alkalmazni nagy intézetekbe, onkológiai intézetben és nagy centrumokban. Az elmúlt években átlagosan 2300 új melanómás beteget regisztráltak Magyarországon. Ebben az évben mintegy 106 ezer fiatal jelentkezett államilag finanszírozott felsőoktatásra, és több mint 70%-ukat fel is vették. A BMI mehatronikai mérnök szakára volt a legnehezebb bejutni. A felsőoktatási felvételi eljárásonál megállapított ponthatárok nagy mértékben hasonlítanak az előző évek ponthatáraihoz. Az előző évekhez hasonlóan alakultak a top ponthatárok a 20, legalább 20 főt felvett szakok esetén. Az idei évben a mehatronikai mérnök alapképzési szaknak lett a legmagasabb a ponthatára, itt 454 pontot kellett tudni teljesíteni a Budapesti Műszaki Egyetemen, és az átlagpont a felvett 118 jelentkező esetében 471,6 pont, tehát ez extrémen magas. Ezen kívül azokon a képzéseken, ahol nagyon magas a ponthatár, mint például az ápolás és betegellátás szaknak, a gyógytornász szak irányára, a szemövesz egyetemre, vagy a műegyetemnek a vegyészmérnök képzésére, vagy a közszolgált egyetemnek a nemzetközi biztonság és védelem politika, vagy nemzetközi igazgatás, vagy bűnügyi igazgatás képzésére is nagyon magas volt a ponthatár, de ugyanígy a molekuláris bionikai mérnökre is a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen magas volt a ponthatár. De vannak ilyen képzések, ugyanígy mondhatnám az ELTE BTK-nak a skandinavisztika vagy koreanisztikai szakát is. Ezek voltak azok a képzések, ahol tényleg nagyon-nagyon felkészültnek kellett lenni, ahhoz bejusson a jelentkező. A legtöbb jelentkező felvett képzések vonatkozásában az első 4 helyen műszaki, illetve informatikai képzések vannak. 3 képzés van az informatikai képzési területen, ez a 3 gyakorlatilag az első, a második és a 4. helyet viszi, tehát az informatikai képzések abszolút top helyzetbe kerültek, és a gépészmérnök képzés tudott ezek közé befurakodni, illetve a top 10-ben benne van még a villamosmérnök képzés is. Akik még a mérnök és az informatikai területen kívül a legtöbb jelentkezőt felvett szakok közé sikeresen bejutottak, ez az általános orvosképzés, közel 1000 fővel, az anglisztika, az óvópedagógus, a biológia és a tanító alapképzési szakok. A pótfelvételi eljárást idén július 28-án hirdetik meg a felvi.hu oldalán, ám az érintetteknek igyekezniük kell, mert augusztus 7-éig nem csak a jelentkezést, hanem a hitelesítést is teljesíteni kell. A magyarok több mint fele a nyári főszezonban június és augusztus között megy nyaralni, átlagosan 8 napra. Háztartásonként 147 ezer forintos költségkerettel kalkulálnak. Derül ki a Budapest Bank legfrissebb reprezentatív felméréséből. Az elmúlt évhez képest nem változtak a lakosság nyaralási szokásai, idén is 2/3 utazik el pihenni. A magyarok 3/4 az előre spórolt pénzét, 1/3 pedig az aktuális havi jövedelmét is felhasználja a költségek finanszírozására. Önök a Budai Híradót látták, műsorunkat megnézhetik a www.hegyvidéktv.hu weboldalon is. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!